Hello csillmániások, üdv a foljából, Csili Csevei mai tropikus adásából. Jelen pillanatban 34,6 fok van, ott a digitális hőmérő, szóval tényleg troposi melegek vannak, én is egy szál kélkóba, vagy melegít, ilyen fősőbe, fehér kiemeli a szépen leégett színemet, illetve nem akarom, hogy azért most minden csaj rám gerjedjen azonnal. Nem vagyok egy Viktor Alkat, nem vagyok annyira szépen kisportolva, inkább a sumo az én sportom. Na, akkor szóval megint innen, azt hiszem 2 hete voltunk utoljára itt. Változások. Elvetettük a paradicsmot, paprikák nőnek, gyorsan szóval tényleg ez az ezelőtti vetések, a lemondroppok, habanérók szépen nőnek, ami beindult a múltkorihoz képest tényleg, hogy amikor akkor kezdtek csinázni a halapenyók. Az érdekesség az, hogy tényleg, hogy sajnos kellett újból vettünk valamennyit, mert bóti mag nem volt annyira jó mindegyik. 2 tálcát újra kellett teljesen vetnünk. Ilyen szűk féltálcás vetéseink lettek az egyik folytából. Mindegy, hát így járt az ember. Tegnap előtt még szinte fűtenünk kellett, ma meg már 1000-re hűtünk, hát azért 34-35 fok már a növényeknek se tesz jót. Mit akarunk? Hát igen, megmutatom, hogy milyen szépen növögetnek. Itt vannak a salátáink, kérlek szépen ekkorák a csoki meg a sárga skorpiójink. Tényleg elérték a saláta méretet. Mutatom. Szép nagyok, én közben beállok a ventilátorba. Hát ami van, ami a jó, hogy még mindig nem kellett tápoznunk, szóval semmilyen levéltápot illetve az öntöző, nem adtunk nekik, illetve hát az öntözővízbe se kevertünk. Nagyon jó tényleg a föld, amit használunk, illetve hát az icipici propagátor, amit még belekevertünk a legelején. A földbe az van, az dolgozik, jól érzik magukat nagyjából a paprikák, ami egy picit kellemetlenebb, viszont szintén jól dolgoznak, tényleg ezek a feromoncsapdák. Hát igen, egy kicsit a tőzeglegyek jobban megjelentek, dolgoznak, de nagyon más hálégnek nincs rajta. Tényleg itt van a sárga, a háttérben a kék, ez is kint van egy ideje, és egy-két tőzeglegyet meg legyet fogott meg, szóval túl nagy baj nincs. Egyetlen apróság történt, de azt is még viszonylag időben elkaptuk, amikor lenn voltunk Budapesten, Zomékon, akkor egy picit megint hát hideg-meleg állandóan. Némelyik paprika levelén meglátszik, hogy nem éppen a legjobban érezték magukat, de hát igen, ez is meg lett oldva. Nagyon sok mindent nem akarok most, mert nagyon meleg van. Szóval a paprikáink növögetnek, minden itt a saját. Talán egy tálca kápia paprika, ami nem saját, hát igen, minden saját vetés, saját felhasználásra készülnek, illetve, mit akarunk mondani? Ja, igen, 2 fontos dolog. Hétvégén most alósan lesz a termelőpiac, viszont utána való héten jó hír, hogy újból készül a Last Drenvis kis chili szószunk. Lesz friss barbecue szósz is mellette, amiben szintén van ugyanaz a whisky, szóval nagyon vidám főzőcskézés vár ránk, illetve van utánunk. Hát szerintem most úgy ennyi, készülgetünk, próbálkozunk egy újdonsággal is, meglátjuk, egy limitált cuccal, és hát igen, húsvét előtt szintén lesz 2 piacunk, Chilizni áradon, illetve Gután. Utána szintén piacozunk egyet, és aztán hónap végén Danubius Gastro Pozsonyban. Jól van. Most úgy tényleg ennyi. Ég ki az agyam. Ennyi lett. Erős ventilál, 34,8 fönt a nap. Borzalom. Jól van. Köszönöm a figyelmeteket. Ez legyen szépen szép kép. Úgy. Sziasztok.